tétovázott, és ekkor az angyalok fogták őt, megragadták, és tulajdonképpen kituszkolták a városból. Kedves testvéreim, milyen sokszor igaz ez a keresztény egyházra. Vannak benne ige hallgató emberek, és ez nagyon nagy dolog, de ezek az emberek nagyon sokszor tétovázó emberek. Tudom én, Uram, hogy mit kellene tenni, de képtelen vagyok arra, vagy amikor saját akaratommal, saját érdekeimmel összehasonlítom azt, akkor mindig az én akaratom győz. Lassúak a mai keresztények, talán ezt kimondhatjuk, amikor az Isten azt mondja, hogy most indulj el a szomszédodhoz, mert betegen fekszik, és vigyél neki egy bibliai igét, akkor nem mondd azt, hogy még bekavarom a rántást, és majd utána megyek, hanem indulj el. Ha beszélgetsz valakivel az utcán, és az Isten szent lelke azt az érzést adja beléd, mondd meg ennek az embernek, hogy jöjjön el veled az Isten házába, ne csüggedj el, hogyha majd azt mondja, hogy nem, hanem imádkozz érte, és mondd el neki, hogy az ő ügyéért és életéért te fogsz imádkozni. Csak egyszer kell, kedves testvéreim, kipróbálni azt, hogy az Isten hogyan tud bennünket indítani. Nem mond különleges dolgokat, csak azt, hogy menj. És a mi felelősségünk az, hogy valóban rögtön el is indítani.